Na, még megvártam a zenének a végét. Hát próbálkozok még ezzel a bosszal. Úristen, de nagyon szörnyű, szörnyű. Nem, valahogy most nem érzem a ritmust. お前はもう死んでいる。何？Tehát megvan a taktika, megvan minden igazából. Valahogy egyszerűen csak nem áll össze. Felugrás, ez jó lenne tudni, hogy mikor kellene megejteni. Hát igen. Az igen. Köszönöm, bunkó. Köszönöm. Persze, hogy elkap a tüze. Elkapja a seggemlikát, a tüze. Istenem. Ajaj. Miért mindig a sárkányoknak kell a legnehezebb boss fightoknak lennie, amúgy? Jó, mondjuk ez nem igaz. DS3-ban is az Ancient Weaver, az kb. Semmi. Ellenben mit ír? Az igen. Az igen. Fogta. 159 goldját visszahozott. Akkor jól értem, hogy nagyjából 10%-áért hoz mindig vissza. Lehet, hogy előbb-utóbb ingyen vissza fog hozni. Fene se tudja. Na várjunk, gondolkodjunk akkor, hogy mi a fasz kéne itt csinálnom. Esetleg amúgy fegyvert is lehet cserélni. Bár tény, hogy ez egész jól fel van fejlesztve, ez meg nem. 30,4. Viszont ás scalingje van. Dextre. De most, hogyha elkezdek másik fegyvert használni, az biztos, hogy az... De ezt miért? Ezt nem értem. Ezt miért csinálja ezt a játék? Azt kell összehangolnom, hogy mennyit tudok idő... Mennyit tudok a levegőben lenni, és ő mit támad? Tehát, hogy... Igen. Nyilván elér.
Hát nyilván. Hát ez így nem jó sehogy se. Istenem! Miért van fél HP-m amúgy? Olyan rossz. Egy ütés. Én is egy ütés le... Arra kéne rájönnöm, hogy miért megy le a HP, miért nem tudom visszatölteni teljesen. Hogy ez most ennek az effektje egyébként? Vagy mi a faszom van? De nem a poti a lényeg. Nem. Amikor sebez a boss, akkor fent a csúszka maga. Nem. Nem a potitól függ. Hanem lehet, hogy amúgy a fejestől függött egyébként. Lehet, hogy annak volt valami speckó. Ezt a boss csinálja. Ez a bossnak a izéje, a hülyesége. Megsebez a tűz, akkor nem tudom visszatölteni. Teljesen. Ez mekkora fasság. Leégeti, mindjárt leégetem én a fejlesztőknek a HP-ját amúgy. Faszom. El fogom gyújtani a fejlesztőket, esküszöm. Ilyen fasságot kitalálni, hogy
Leégeti bazd meg a HP-dat a tűz, bazd meg. Leégeti a HP-dat a tűz. Geci. Leégeti a HP-dat a tűz. Én beszarok egyébként. Leégeti a HP-dat a tűz. Mondjuk, egy előnye van a dolognak. Hogy ha nagyon leégeti a HP-mat, akkor elég lesz a kisebb poti is. Jajajajajaj! Hogy visszatöltsem. Féltem. Nem repkedsz. Három poti, ez kevés az. Legyek türelmes, mikor ilyet csinál a játék, érted? Így random fogja és azt mondja, hogy nem, ott alattam nincsen semmi, de amúgy meg ott van a grafika, tehát... Úr, ezért nem szeretem amúgy az ilyen játékokat, ezeket a kérdés, ezeket a platforming elemeket, Az mi a faszom volt, bazd meg, hogy 6 méterrel a szegély előtt leesek? Nem nyomtam semmit, csak az át, hogy felfele ugorjál, bazd meg, te fogyatékos szar, te! Hogy szakadna rád az ég, bazd meg. Ja, ezért nem szóval, ezért utáltam a Hollow Knight-ot is. Fú. Nagyon nem szerettem a Hollow Knight-ot, azt uninstalláltam is. Nem, egyszerűen nekem a... Az ilyen platforming dolgok nem... Blasphemous nem azt végignyomtam. Abban jó volt. Abban nem voltak ilyen fasságok. Vagy nem ennyi, legalábbis. Hát az utolsó boss, de nem is találtam. Vagy nem is találtam a játékot az utolsó boss miatt. De tény, hogy egyhamar nem fogom újra játszani. A Blasphemous-t az utolsó boss miatt. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy a Blasphemous-nál nálam az utolsó boss az nagyon mumus volt. Illetve utolsó bossnak igazából egyetlen egy támadása volt, csak ami rohadt gáz volt. Köszönöm, bunkó. Mi volt ez a támadás sorozat? Úristen, várjál, lélek.
Ezt nem tudom, ezt hogy éltem túl. Ne kérdezzétek. Ott is van. Phase 2. Ha, de kis vicces a konaja. Azt mondja Phase 2. Jaj. Olyan kis vicces. Mindjárt bannolom a picsába. Még akkor lehet nevetni. Csak hülyéskedek. Viszont álljon már meg a nászmenet. Nem tudok, azt nem tudok szintet lépni. De csak vissza tudom magam tölteni. Igen, csak vissza tudom magam tölteni. Adja az ég, hogy ott van valami shortcut, vagy akármi, ami tovább visz. És most bebagosolok ki a játék, és újra meg kell küzdeni vele. Egyébként nem volt nehéz, mármint így a taktikailag, csak az időzítés az kimondottan nagyon fájt. Mármint, hogy az időzítés az kimondottan nehéz volt megoldani. Aha. Oh, hello. Hogy miért ülök itt? Ah, mert hogy ő a legjobb tolvaj az egész királyságban. Hát mit tudna csinálni egy tolvaj a sárkány? Hát lelopja az izéjét a... Jagged Key. Lelopja a... Oh, kaptam valami izét. Kezecskét. Shadowflip brand. Na az mi a tököm? Játék így nem akarja? Tudtam ráadni vagy valami? Hogy az mi? Csak úgy van. Jó. Viszont itt továbbra sem tudok visszamenni, tehát... Menjél már! Micsoda! Te király! Aha, itt is vagyunk, hol nagyon jó. Nagyon nyögvenyelős volt ez a V-Run fight. Nem gondoltam volna. Igen, szeretnék szintet lépni. Azt mondja, mehetünk Dexterity-re. Meg Dexterity-re, meg Dexterity-re. Igazából. Lehet, hogy nekünk nem az art
Egy sör kéne. Hát eléggé eljöttem itt. Ez dagger, az nekünk az nem annyira lényeges. Olyan level 1-es light armor. Hát igen, mondjuk a... lehet, hogy ez nem ártana. Ezt legalább tudjuk hordani. Kicsit több stamina. Ja, végül is amúgy jöhet. Megnézzük, csattogtatjuk majd az ostort legfeljebb. Aha, a Lock of Hair az nincsen. Jó. Ezt lecseréljük a nyilat az ostorra. Secondary weaponnek. Nem olyan rossz ez, amúgy. Hát igen, nagyon keveses sebe lesz, de... nagyon keveses sebe lesz. És akkor most itt merre kéne mennem tovább, amúgy? Gondolom ki kéne, valahogy meg kéne találnom, hogy hogy nyitom ki a ajtót. Az be kéne mennem a kastélyba, érzésre. Igen, itt ugye volt item. Igen, itt volt a shrine. Szia, Vipa! Nagyon nyögvenyelősen meglett a sárkány boss. Itt lent van valami, amiért érdemes lemenni. Hát figyelj, nem tudom. Nem tudom, mennyire lesz. Olyan jó, hogy ilyen jó setít van. Én még nem is látod azért. Jaj, várjál, hogyha rárakom a kis lámpásomat, akkor lehet, hogy nem olyan rossz a situation. Hoppa, micsoda? Ez fire damage to your attack. Adjad, hogy jó, hát a papának adjad csak ide a fire damage-et. Gyere a papához a fire damage-el. Ez az! A kurva anyádat akkor. Dick már! Most meghalok. Nézd meg, meghalok! Jó, akkor ide lefele jövünk.
ide lefele jövünk. Szépen. De lehet egyébként inkább a ez kéne. Kurva sötét van ott lent. És akkor most, hát hogy jutottam én oda? Bazd meg. Jaj, anyu. Borogas. Istenem. Vipa, amúgy egy jó tanács, ne kezdj a séffel. Ne kezdj a séffel. Nem jó ötlet. Elég nagy a hátrány. Tehát elég nagy hátrányból indulsz, hogyha azt választod. Mixerre. Nem shake, hanem shave, mint szakács. Tudod, you know. Igen, itt erre fele. Aha, igen, olyan, mint a Deprived. Nem olyan, az konkrétan. Ezt nem hiszem el. Igen, elég nagy szívás. Illetve... Hát igazából... Annyira nem nagy szívás végül is. Vagy hogy mondjam. Mihez képest? De azt mondom, picit egyszerűbb a... Egyszerűbb a történet az elején. Amúgy tele kurva jó. Tehát pályadizájn, az szerintem veri a DS-eket. A Blasphemous, ha szeretted, meg ha jól tudom egyébként most nyomod, vagy már végig nyomtad, nem tudom. Akkor... Hát a Blasphemous is jó volt pályadizájnban, de ez annál jobb. Ez annál sokkal jobb. Az anyád picsája. Nézd meg, átüt, bazd meg. És átjön! Átjön! Geci! Átjön, vágod? Jaj, ne már! Ó, baszki, beagróztam ezeket a szarokat. Még csak ti hiányoztatok nekem. Hát ez jó nehéz ez a... Ez nehezebb, mint szerintem, ami lent van. Mi a fasz?
Hát ez nehezebb, mint ami... Hát, gyec. Én nem tudom, hogy mit véd, de remélem, hogy nagyon jó dolgot véd, mert hogyha nem, akkor én nagyon mérges leszek. Takarodjatok már a faszomba, bazd meg. Hihetetlenek vagytok. Hideg bajt kapok, bazd meg, érted? Elmegyek mellette, és geci, a fél HP-mat leszedi, bazd meg. Hát, meg őrülök, hogy nem tudok úgy végigmenni, bazd meg, a szaros pályán, a kurva mágus mellett, bazd meg, hogy ne szedje le a fél HP-mat. Hihetetlen. Fú. Jó, kész, de ennyi! Érted? Ennyi vagyok, bazd meg! Ennyi! Hogy rohadjon meg! Fú, de kurva gusztus talán ez a terület amúgy. Annyira egy alattomos, fos, gusztustalan a Sam Fortress ehhez képes, bazd meg, játszótér, érted? De még Blighttown is jobb, bazd meg, mint ez. Azon legalább végig tudsz menni, bazd meg. Itt meg minden egyes kurva szar, bazd meg, itt. Izé, baszogat téged. És akkor még itt van ez a szar is, bazd meg, ami erősebb. Érzelőstöm. És ráadásul átjön, érted? Tehát át tud jönni. Várjál már! Hát te ki vagy? Azt mondja, ez egy biztonságos terület. Ez egy jó hely. Kicsit hülye, de... előfordul. Soldier's Poem-et veszek, mert majd kell a fegyverfejlesztéshez. Hajtincset is, vagy nem tudom, most egy fodrászatból jövünk, vagy most mi van? Ez volt a izé mögött, a gólem mögött. Hová lett? Halló? Hová lett? Goodbye. Jó a statja is egyébként. Kicsit érdekes, de egész jó a különböző elemental defje, úgyhogy. Hú, azok nagyon nem tetszett, úgyhogy azért mondom, inkább visszajövök. Fashion Swords, mert nem. Inkább visszajövök.
Ezint Lord's Orders kell hozzá. Ezt tudjuk még upgrade-elni. Szerintem még egyet. Ahhoz már ezer kell. Ja, hát az mindjárt megvan. Az itt nem annyira gáz. Elég rage-es ez a game nekem. Amúgy. Ja, le kéne ülnöm amúgy. Blasphemousnál is voltak furcsaságok. Akkor lehet, hogy még finoman is fogalmaztam. De főleg az utolsó boss volt nagyon kellemetlen. Meg ott valahogy a játék vége felé csúsztak be egyébként hibák. Programozásilag meg akkor jöttek elő ilyen furcsaságok, hogy ott is hiába volt megrajzolva egy platform, leestél, akkor fennmaradta, a szól nem adta vissza. Ja, nem ezt akartam, de nem baj. Tehát ilyenek voltak nekem. Egyet lépetünk, azért az így nem rossz. Nem, hármas. Ez meg 4-es, ez 31-28, hát nincs nagyon messze már egyébként a... az ostor a karnak a sebzésétől. De, csak nagyon rosszul tudom kezelni. Béna vagyok a használatában, az a legnagyobb bajom. És én inkább nem használom, hanem nem muszáj. Hát az egyik boss-t az előző streamben egyébként úgy is öltem meg, hogy... lenyilazgattam, meg dobálgattam rá a granádót, ja. Le granádó. És akkor lefele kéne mennem, mi? Biztos amúgy nem tudok itt átjönni? Másik helyre. Ja, mert csak a shrine. Hát jó, akkor nem. Valóban. Deathless-be akarod tolni? Hát good luck. De akkor meg izével, szakáccsal kezd. Úgy a móka. Na, leg... Hú, elég nagy a range-e az enemiknek, amúgy azt nézem. Beteg amúgy. De nem tudom. Ez a Szadomazó Klub éves gyűlése, úgy látom. Na jó, hogy megvettem ezt a lampiont a kardomra.
most jól jön. Nem tudom, hogy milyen bullshit akart ez lenni, de... De inkább nem próbáltam ki. Aha. Aha. Ez egy új terület. És nem annyira gáz. Hú, 3370. Szólacska. Jaj, jó, sikerült kiagrózni legalább az egyiket. Ejjjjjjj, mind a kettő jön, nem baj. Nani. Ez olyan, mint a DS1-ben a... izé... Tudjátok... Úristen! Nem, nekem a izé jutott eszembe. Aj, melyik az a boss fight? Amikor hárman vannak. És akkor izé... ilyen különböző maszkokban vannak. Pinwheel, azaz, azaz. Igen. Kicsit arra hasonlított, de jóval basszóbb. Nem gyengén. Valahol menet közben kellene kiugranom. De még nem nagyon találtam, nem nagyon éreztem rá. Valahol itt. Hát goodbye 4400 szól. Vagy szólt. Helyén kezdődik a szenvedés. Hát igen. Gyenge idegzetű embereknek nem való. Egyébként alapvetően például a DS3-nál, pont nemrég írtam egyébként el ezzel kapcsolatban egy... Ó! Ó! Ott volt a izém. Menj el csak vissza. Valamennyit vissza fogok szerezni valószínűleg. Ha feljön. Persze, ez nem követ egyébként. Istenem.
Szóval, hogy nem olyan rég írtam egy hozzászólás. Jó, tényleg, mert hogy van egy, lesz egy új játék. Sifu, az a címe. És abban olyasmi van, hogy ha meghal a karaktered, akkor öregszik. Nyilván ennek lesz egy, lesz olyan item, vagy lesz olyan módja, hogy vissza lehessen ezt fordítani, ezt az öregedést. Tehát nem lesz állandó jelleggel. És ott írt az egyik hozzászóló, hogy reméli, hogy nem olyan lesz a hogy, ja igen, és arról szólt maga a hír, csak hogy végigmondjam, hogy nem lesz benne nehézségi fokozat. Tehát nem lesz benne easy, normal, hard, meg semmi ilyesmi, hanem ugyanolyan, mint a az ilyen Souls-like game-ekben. És... És az egyik hozzászóló írta, hogy reméli, hogy nem olyan lesz a nehézségi fokozat, mint a DS-ekben. Mert hogy az, szerint az nagyon unfair. És erre írtam, hogy szerintem pont, hogy a DS-ekben a legfairebb a a DS-ekben a legfeljebb a nehézségi fokozat. És az összes ilyen utánzatban szerintem sokszor csak szivatják az embert. Direkt csak szivatásból csinálják nehézre. Nem tudom, hogy milyen lesz, hogy olyan lesz, mint a DS-ekben, de... Ez nagyon gyengus. De majd kiderül. Érdekesnek hangzik egyébként a koncepció, tehát hogy... Oh. Shrine. Hát menjél már. De durva. Van itt egy pár show. Van itt egy pár item. Crush it in a sanctuary to convert the sanctuary to your creed. Na, az vajon az mit jelenthet? 500. Akkor még egyet adjál, és akkor jó lesz. Assassin. Ez is Assassin. De nem Assassin kell nekem, hanem Swordfighter. Ó, hogy ezt ki kell fejleszteni hozzá. Hát jó. Na akkor megyünk ebbe az irányba. Shield block, item find bonus, potency bonus. A player potency bonus. Ja, azt gondolom ilyen varázslat, erősebbé tesz meg ilyenek. Úgyhogy érdekes lesz a Shifu. Ez ilyen közelharci valami lesz majd.
Ilyen közel harcra fókuszáló akció játék. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. Igen, legyőztük a sárkányt. Nem volt ott. Azt mondja, hogy igen, sőt azokban a játékban, amiben van nehézség állítás, általában csak a lusta több HP-ja van, kevesebb a sebzel rá megoldások, annak nem feltétlenül így készült a játék, hogy az az alap. Igen. Igen. Igen, bár furcsa egyébként, néha például a Horizon Zero Dawn-ban is egyébként én szerintem NG-ben, bár NG pluszban valószínűleg az Ultra Hard az nem annyira vészes, de NG-ben valószínűleg eléggé unfair volt szerintem. Ez nagyon sokáig ott maradt. He! Hogy bazd meg. Picit több fény, please! Istenem, itt milyen seggyukban mászkálunk már. Amethyst Hood. Ami amethyst szettet vettünk fel. Ó, ugye. Meg sokszor egyébként azokban a játékban, amik ugye a Souls game-eket veszik alapul, azokban is sokszor nagyon félre megy a nehézségi szintbeállítás. És sokszor aránytalanul nehéz. Tehát ezt itt átugorjuk. Ó, azt a mindenit. Tudom is, hogy merre volt. Tök durva. Csak beleugrasz, nézd meg. Szemétláda. He! Az igen, köszönöm, bunkó! Bunkó! Ne, meg fogok halni.
hát végülis Soulslike egyébként, tehát szerintem nyugodtan lehet nevezni annak. Szerintem nyugodtan lehet Soulslike-nak nevezni, ami jót. Az lehet. Hát kicsit akció RPG-sebb. Souls lehet végül is inkább akció dúsabb, azt mondanám. Ez nem az a lift, amit az előbb beindítottam. Ó, viszont... Mondjuk, ha már ott volt, akkor ígyunk is egyet. Nem sokat ér ez a lámpa, amúgy. Tehát még mindig sokkal jobb a... Mindig sokkal jobb a izé. Aj, bazd meg! Ne. Igen, egyébként. Hát azért sötétebb nem lesz, de tény egyébként, hogy azért a fákja az kicsit, hát nem kicsit, sokkal több fényt ad. Sokkal több fényt ad. Mondjuk van még így is 11 fákjám, úgyhogy annyira nem gáz. Milyen izét? Nyitottam én ki. Amúgy. Maradjál ott szépen magadnak. Az kurva anyád. Hát gyere már vissza! Dick. Érted, berepül valami izé titkos szobába, ahol nem... Ahol én nem tudok bemenni. Már voltam. Mert ki van lootolva.
És ezt még itt még mindig nem tudtam kinyitni. Ó! Aha! Most már igen. Viszont akkor nagyon jó kérdés, hogy... Oda... Oda én hogy ukadok? Lehet, hogy felszedtem az itemot. Nem hiszem. Hú, 7920. Hát ez lehet, hogy nem kéne. Kockáztatni. Az a baj, hogy... Igen, úgy kéne tovább menni. Nem kockáztatok, mert elég sok szólt buktam. És inkább... Inkább jöjjenek azok a szint lépések. Ó, nem tudok kész szintet lépni. Majd akkor mindjárt. A... Satchel of Salt. Hát nézzük meg, hogy az mennyit ad. Jó. Jó, és akkor ugye ebbe az irányba kezdtünk el jönni, ugye? Igen. Igen. Hát, hogy mind a kettő kell hozzá, valószínűleg. Majd akkor azt úgy csináljuk. Na most az van, hogy... Igen, itt tudnék erre felé jönni tovább, de még le akarok menni. Meg egyébként van valami shortcut még, amit nem találtam meg szerintem. Hát nem sok HP-n maradt. Egy bizonyos időközönként égnek, aha. Fájtnak tűnik. Nagyon birodalom gerjesztő ez a terület is. Kicsit meghűlt a történet. Jó, egyesével szépen leszedegetem őket, az a tuti.
megint van 5360, már megint bőven egy szintlépés. Mi ez a shortcut? He? Azt a mindenit! De menő! És akkor itt vagyok megint. Wow! Na ez igen! Ez tetszik! Hol vagyunk? Mi kell nekünk? Ezt kéne nekünk amúgy, de... Jaj, mert kettő! Kettő szintlépés. Ha jól tudom. Minket strength-et akar adni amúgy, várjál már. Nem jó. Bazd meg. Mindegy, valami pontozgatunk, csak hogy adjuk a pontokat, ezt majd lesz valami előbb-utóbb. Valahova csak kiukadunk. Dexterity az mindenféleképpen jól jön nekünk, úgyhogy arra én rászánom a pontokat. Jó, akkor még menjünk már még ott egy kicsit körbe. De ez így nagyon jó, hogy itt erre el lehetett jönni. És megint ugyanazt csinálta. Hogy ugrottam, nyomtam az irányt, és úgy érzékelte, hogy már nincs alattam semmi. Ugye, mint hogyha lefele akarnék ugrani, de nem értem, hogy miért gondolja ezt a játék, hogy én lefele akarok ugrani. Na mindegy. Furcsa. Gondolom ezzel a két jó emberrel itt most is meg kell küzdeni. Ugyanaz. Hát én ezt nem értem. Ezt a tényleg nem értem. Komolyan mondom, megáll az ész.
Nem, hogy ennek ilyen teleportálós képessége van. Valószínűleg azzal volt a kicsit össze. Ó, Soldier's Poem, nagyon jó. Hát de... Pendragont. Hoppá! Hol volt ez a terület, ahonnan visszafordultam? Ennyi, menjünk vissza, lépjünk szintet, én azt mondom. Akkor menjünk le teljesen. Szerintem amúgy az volt, és ez egy boss run érzésre. Tehát ugye, hogy itt lejövök, utána itt is lejövök. Hello. Ja, Jézus Máriám. Van másik terület. No! Atya világ, és még van még lenne egy csak egy csomó minden van. Úristen. Atya világ. Azt láttátok, hogy mi volt ott lent? Kipróbálom már, és csak próbálgatok. Ó, ebből van kettő, na, akkor jó. Crash it. Jó, hát nézzük. Nem lehet valahogy csinálni semmit se. Nem emlékszem egyébként arra, hogy valahol be lehetett tévedni
ebbe a dungeonbe. Na, hát most sikerült. Azt a mindenit, hogy létezik. Bag of Salt. Viszonylag könnyen meg lehet őket ölni. Egy jó. Jaj, lelelelelele! Úristen! Hogy oda-vissza? Pu 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 pu. Csak ennyit akartam. Lecserélni azt a szart. Hát ez jó volt. Fire damage az kimondottan nagyon jó. Ez nagyon jól jön. Hoppá. És már teljesen elfelejtettem, hogy merre volt az, ahonnan visszafordultam, de lehet, hogy amúgy nem boss terület volt, de nagyon annak tűnt amúgy. Boss aréna volt. Így nem. Megy ez! Az csak előbb. Húha. Hát erről nem volt szó. De amúgy lemerném fogadni, hogy... Szia Krisza! Lemerném fogadni, hogy van olyan őrült, elmebeteg állat, ki ezt a játékot... Speedrunolta. Mi a helyzet, Krisza? Hogy telik a hétvégéd? Hogy telt a heted? Hogy érzed magad?
Azaz. Köszi. Advance M trapdoor. Hogy másik irányból kell majd jönni. Very effektíva. Ajzé. Fire damage. Nem ugrik, nézd meg, megőrülök. Ej, majdnem. Nem jó. De még most arra nem tudok felugrani? Én ezt nem hiszem el. Mit nyomok, hogy leesik? Mit nyomok? Na, azt a mindenit, hát megy ez. Csen. Valami armor. Csak nem tudom, hordani fogadjunk. Bizony. Hú, heavy armor, level 2-es heavy armor. Innen jöttem. Ugye ott majd lesz shortcut. Jó, azt felszedtem, akkor megyünk erre.
Ó, baszki. Hello. Sziklátort hogy nyitok ki? Ó, lehet védekezni amúgy. Lehet vajon perizni. Amúgy. Jaj, anyám. Nehéz döntés előtt állok. És visszamenjek-e? Elköltsem a szólokat. Illetve a szóltokat. És újra lejövök. Valószínűleg megint lesz ugyanannyi szólom. Vagy elbukom. De valószínűleg el fogom bukni. Hát itt ez a rész, ez gusztustalan, már ide látom. Na, mindegy, menjünk a biztosra. Még lesz még úgyis egy lehetőségünk. Mind nem tudok két szintet lépni. Menj már. Hát menjél már. Jó, mondjuk azért van itt még bőven. Ja, szerintem azért azzal már tudok egy kettő szintet lépni. Nem tudok még mindig két szintet lépni. Ha megőrülök. Na, most már tudok két szintet lépni. Mire adjunk? Mire adjunk? Hát az Grace Sword, ez nem annyira jó nekünk. Heavy Mace. Berserk. Simán, izé... Sword nincsen. Ez dagger. Ez is dagger. Hammers and axes. Hát ez egyértelmű, hogy... Great hammers, great axe. Great sword. Az a baj, nem találom azt a buildot, ami nekem kéne. És Grace Swordra menjek, de hát az a strength.
Ez itt Dagger. Ja, a Swordfighter-re mentem, de az Two-Handed Class van Grace Swords. Aha. Tehát meg teljesen elmentem más irányba. Kellett volna találnom, hogy mire megyek. Tehát alapvetően ez a három van, Berserk, nem, bocsánat, öt. Mi van ilyen Magic, Assassin, Wisdom, mondjuk az inkább ilyen mágus, aha. Tehát itt ezt fejlesztettem ki, utána erről az irányról letértem, tehát ez inkább Assassin karakter. Jó, mindegy, akkor nem legyen meg az. Én azt mondom. Stamina az jöhet, az kelleni fog. Lehet, hogy elbasztam a karaktert valamilyen szinten. Nem biztos, hogy lesz jó fegyver. Fuck. Nem figyeltem oda eléggé. Jó, mondjuk elég bonyolult szerintem ez a, ez a fa. Amúgy az látszik, hogy a... Golden Sacrifice-ban egyébként már olyasmi... A Golden Sacrifice-ban már ilyen szolzáikos a pont elosztás, meg minden, tehát... Ja, jó. Úgyhogy ott nincsenek ilyen problémák, mint itt. Már hárman vagytok. De jó nekem. Jaj. Ezt akartam. Vagy akármi. Jaj, jaj, jaj.
Hát a nagyja spórolni kéne. Ne! Ahogy tudtam, hogy ez lesz. Tudtam, hogy ez lesz az ilyen platforming résznél, hogy akkor fogja kitalálni a játék, hogy megint csinálja ezt a hülyeségét. Hihetetlen. Pillanatra lankod a figyelmem, és már is. Már is kész a baj. Van öt, mondjuk, hát tök mindegy, hogy hány healem van, mert ha leesek, akkor leesek. Tehát akkor ez halál. Jó, azt szerintem emellett most már csak elmegyek. Nem foglalkozok vele. Megint azt érzékel, hogy le akarok ugrani, de miért akarnék én leugrani? Mivel váltom ki ezt, hogy én azt... Nem értem. De nem értem, hogy mit nyomok, vagy mi olyat csinálok, ami miatt a játék azt gondolja, hogy én le akarok esni a platformra, mert ugye lehet olyat csinálni, ha nyomom az át, meg a lefelét. Irányítással, nem tudom, nekem most így a... Így az a véleményem a játékról, hogy jó, meg fasza, csak valahogy az irányítással még azért lehetett volna valamit kezdeni, mert... Nem érzem biztosnak a dolgokat. Lehet, hogy az én ujjam valami miatt... Jaj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 
furcsa minden esetre. Nem egy túl kellemes hely egyébként ez a
The dungeon. Kösz! Ez pont jól jött. Jó hárbaszás, ez... Ez mindig jól jön. Igen, ezért úgy érzem, hogy valami shortcut lesz. Miből másik irányból lesz shortcut? Atya úristen! És majd ide is majd még vissza lehet jönni. What the fuck? Shrine to the right. Ah. Nem tudom. Begyújtsam-e? Akkor ide fogok visszajönni, és itt nem tudok szintet lépni. Be. Legalább lesz izém. Potin. Nem, én azt nem értem, hogy miért. Egyszerűen nem értem. Hát ez lefele. Igen. A másikat miért érzi annak? Túl lefele tartom, vagy én nem vágom. Ugyanazt megcsinálni, képes ugyanazt megcsinálni, bazd meg, én ezt nem értem. Hát...
platforming rész nem jó. Nekem nem tetszik. És már kimerem jelenteni. A harcok egész jók, meg ahogy lehet fejleszteni a karaktert, meg mindent. Ugyanaz, tipikusan megvan ugyanaz, mint a Dark Souls-ban, hogy nem szabad elbízni magad, mert lehet, hogy az egyik enemy az még egyik pillanatban. Vagy egyszer le tudtad győzni az enemy-t, utána már nem. Ó! Jó napot kívánok! Hogy mi? Mit kéne ölni egyébként alapvetően? Tehát, hogy... Amit azt láttam, hogy a... Hallom össze? Vagy azt láttam, hogy a... Hát, én megőrülök. Tehát nem tudom, lecsúszik az ujjam, vagy én nem tudom, de ezt sorozatban megcsinálni, ez... Vagy én vagyok ekkora nagy mocsok nagy balfasz, vagy nem tudom, vagy a játék nem. Egyszerűen nem hajlandó együttműködni velem. Mi vajon nála ott? Hoppá. És én leszeregetem róla az embereket, akkor csak a fél HP-ját szedem le. Tehát akkor hogy szedem le a másik fél HP-ját? De másszál már fel, vagy valami. Ó, hát de persze már amúgy. Érted, még azért megüt. Kis szemétláda. Köszmánom érgezést, bunkó. Köszmán a tüzet. Kösz az esést. Köszi mindent. Jajajajajajaj.
Ez valami nagyon furcsa boss lesz, én ezt már érzem. Hát a Fire Damage-nek nem tudom mennyi értelme van. De legalább van. Vagy mi. Nincs valami jobb ruha? Esetleg... Fire Defense ellen, bocsánat. Fire 7,1. Jaj, de hogy nem, hát ez 101. Jó, hát a tök filkó a legjobb eddig. Hát, hogyha tényleg hogy csak annyit elérünk vele, hogy mit tudom én, kicsit tovább. Tovább bírjuk a izért, a tüzet, meg nem sebeznek akkor át, akkor jó. Hát köszönöm. Az anyámot kéne itt csinálnom amúgy. Ezt most ütöttem? Aha. Hát le kell szedni először az összes izét. Összes embert róla. És akkor utána le kell, utána lehet ütni a fejét. Jó. Nem gondolsz, hogy kicsit kap be a faszom vagy? Hát de nyilván amúgy hagyjál már. Jó, hát ez is egy kellemes boss egyébként, ráadásul ilyen puzzle-ös, tehát nem elég csak simán lenyomni. Jó, de akkor itt ezzel a köcsöggel itt úgy látom, hogy mindig meg kell fűzni, mert amúgy végig fog követni. Csak több problémát okoz, mint
mint amennyit. Fú, ledesú, figyelni kell, érted? Figyelni kell itt ezekre a tüzes akármikre is. Még biztos megvan a sorrend, csak... Vagy csak 22-ös sebzek bele. Nagyon sovány. Fész kettőben nagyon keveses sebzek. Te 22-t. Te alig ment le a HP-ja. Jobb egyébként ezzel a Fire Defense-es cuccal menni. De... Hát még egy néhány próbát megejtek, de... Szerintem ez már nem lesz meg. Sőt, azon gondolkodok, hogy vissza kéne inkább valahogy menni a shrine-ba rendesen. És akkor... Akkor nem tudom onnan folytatni, ahol menni a másik irányba. Ötletem nincsen. Ezekben is ilyen 34-eket, ilyeneket sem tudok így nehéz. Thank you.
Lehet, hogy meg a plunge-ot akkor se adja be. Nem tudom, hogy ezzel most itt kéne kezdenem. Szógy? Nem értem. Lemerném fogadni. Lemerném fogadni, hogy valamerre máshol lennie kell egy kapcsolónak, ami kikapcsolja ezeket a buzízéket, ezeket a tüzes akármiket. Lemerném fogadni, hogy van valahol visszebb. Tuti. Tuti, nem létezik. Tehát nem, ez nem létezik. Hát én visszamegyek. Úgy döntöttem. Mondom, úgy döntöttem, hogy visszamegyek. Hát nem... Nem ide vissza, hanem a másik vissza. Miért csinálja azt a játék? Miért? Miért csinálja? Bazd meg, vissza akarok menni, akkor a faszért nem tudok visszamenni, bazd meg. Nyugodtan. Nem, itt ilyen buziságokkal kell foglalkozni, mint ez is. Nem is biztosan, hogy a shrine-ba visz vissza. Nem tudom, ez már valami megint másik terület. Ja nem! Ez a legeleje. Aha. Hát akkor ez a... lift, akkor az visszahoz egészen. Egészen ide. Jó. 5000. Annyi szerintem nincsen nálam. Ja, mert ugye az ilyen... 500-at adtam el? Hát igen. Éppen hogy. Na mindegy, hát... akkor ez... így jöttem vissza. Így van. Még esetleg erre elnézünk, hát ha meghalunk.
kizárt dolog. De jó, még te platform. Ming. Egy mimik. Igen. Hát mondjuk az itt elég közel van egymáshoz, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi értelme, mennyi szerepe van, de meglátjuk. Ó, jó van, mennyi kell beléd, mondjad. Az összes? Jó. Mi a tosz? Hagyjad már magad! Azt a mindenit. A random enemy és vagy 6 izé kellett bele. De jó ég. Jaj. Egy 6 lövés kellett. Mi? Most láthatatlan enemikkel kell menni? Na jó, hagyjuk ezt a hülyeséget szerintem. Hát egyik terület rosszabb, mint a másik. Tehát, hogy így... What the fuck? Úristen. Ja, ízét akartam még. Skilled. Hát ez stamina. Dexterity. Az jó lesz. Jó, hát nem tudom, hogy mi lesz annak a bossnak a vége. Akkor végül is most tulajdonképpen egész stream alatt... Kettő boss lett meg. Na, most picit belassultunk. Hát majd megint meg kell nézni, hogy merre kell tovább menni, mert... Fúha. Hát el lehet ebben veszni amúgy szépen. Meg kell nézni tényleg, hogy ez a... Izé, boss ez a... Amivel most küzdöttünk. Ennek tudja, hogy van valami trükkje. Tehát nem tudom elhinni azt, hogy ne az lenne, hogy valahol el kell zárni ezeket a izéket, tűzcsapokat, úgymond, hogy meg lehessen állni. Mert amúgy, ha megállok ugye egy platformon, akkor a Phase 2-ben simán tudom ütögetni, nyilván ő még attól támad, de legalább tudnám ütni. De így nem tudom ütni, mert folyamatosan, ha meg ilyen, fú, hát akkor az nagyon horror. Az nagyon horror, tehát így a legocsmányabb boss design, amit el tudok képzelni, hogy platforming is, amúgy maga a boss is viszonylag erős, és akkor még figyeljél még az ilyen egyéb dolgokra. Nagyon remélem, hogy nem úgy van megoldva, ahogy most mondom, tehát hogy nem lehet elzárni ezeket a tűzcsapokat, mert az viszont elég gáz, akkor ha skippelhető a boss, akkor skippelem. Ha így van megoldva. Tehát, ha nincs semmi trükk benne, egyszerűen csak menni kell, le kell ölni, akkor biztos nem fogom megcsinálni. Hózziher. Kizárt dolog.
Tehát ez nem. Tehát ezt így, hogy... Ezt nem is értem, ezt hogy gondolhatták akkor komolyan, hogyha ez így van. Hát, őszintén szólva egyébként meglepően rage-es nekem a játék. Platforming az nem igazán megy nekem. Hát, hogy gyorsan meg is nézem egyébként, hogy Man of Three, vagy mi volt, vagy Tree of Man. Tree of Man. Soul Eater Sanctuary. Igen, tehát itt leírják, hogy bal oldalt érdemes menni, értelemszerűen, mivel fent a bal oldal fenti platform az, ami nem szakad le. Nem lehet kikapcsolni. Tehát, hogy ez így, ez így van, by design ez így van. Édesre, jó Istenem. Remélem ez optional boss. Hát... Fúha. Hát jó, ezt majd megnézzük, hogy akkor... Igen, tehát igazából ennyi a boss. Tehát nincs semmi trükk benne. Meg kell csinálni. Fasza. Nagyon örülök neki, tényleg. Úristen. Na jó, na jó. Na, akkor majd valamikor, amikor kicsit... Hát nem is az, hogy több időm, meg kedvem van, de amikor úgy... Na, majd mindegy, majd előveszük. Jó, ezt azért nézzük már meg, hogy ez optional. Tree of Man szólt, optional. Remélem, hogy opcionális boss. Optionals, jó. Jó, akkor ez egy optional boss. Menj nyugodtan. Pfú, gusztustalanom, hogy... Hát lehet, hogy akkor ott... nem is tudom, hogy ott mit lehetne csinálni. Az a baj, hogy kellene egy jobb fegyver is. Most már szerintem lassan, de nem kaptam jobb fegyvert. Csak öljen meg hamarabb, mint ő téged. Igen, egyébként ennyi a titka. Csak az a baj, hogy nem csak ő öl. Tehát még hogyha csak maga a boss ölne, az nem is lenne probléma, de így, hogy tehát hogy a platformok is mozognak, és leesel
és még ezek a tüzes izék is jönnek, ez így sok. Ez így nagyon sok. Szerintem. Nem tudom, lehet, hogy ez egy benne van a hiba. Nem tudom, érdekes egyébként. Viszont akkor az azt jelenti, hogy akkor meg arra a területre kell tovább menni, ahol most voltam. A láthatatlan elemikkel, meg mindennel. Ja, se sokkal jobb egyébként. Igazából. Na mindegy, majd akkor majd folytatjuk valamikor. Nem, az a baj, nem tudom, hogy mikor. Mert, hogy van, ja, igen, hétfő, kett, szerda dolgozik B. Hát nem, szerda az valószínűleg podcastolásról fog szólni. Úgyhogy ott nem hiszem, hogy lesz időm streamelni. Hétfőt, keddet meglátjuk. A hétfő, keddet meglátjuk, utána meg 3 napot itt van B. Végre. Így egy-egy napok után. Úgyhogy lehet, hogy akkor meg majd ő fog streamelni. Utána kipihente magát. Úgyhogy szerintem vagy hétfőn, vagy kedden találkozunk. Holnap nem ígérem. Holnap nem ígérem. Lehet, hogy lesz streamecske valami. Majd meglátjuk, hogy lesz kedvünk. Lehet, hogy B fog streamelni, lehet, hogy én fog streamelni, majd ezt még meg kitaláljuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Kellemes hétvégét mindenkinek. Hát ez a játék, ez meg feladta a leckét rendesen, úgyhogy nektek ne adja fel a leckét semmi sem. Főleg ne a hétvége. Na, sziasztok, legyetek jók!